harmadik eremista voltam, és természetrajz órán, akkor még úgy hívták, természetrajz órán a tanító úr a gyümölcsöket károsítókból tanított, és fölmerült, hogy hogy hívják azt a kis élőlényt, amelyik az almába belül bemászik és eszi a gyümölcsöt. És hát mondták a többiek, hogy nyű. Azt mondta a tanító, hogy nem nyú, a nyú az más. Azt mondtam, hogy kukac. Hallgasson az egész osztály. Azt a szót ők még addig nem hallották. És rajtam maradt. Ez lett a úgynevezett hosszú időn keresztül. A nevjavítőt kumra, mert hosszú volt kimondani azt, hogy kukac. És innen lett a könyvemnek a címe. Tehát ez a megfejtés az egész. Mikor beküldtem, már ott volt előttük, így ahogy van, visszaírtak nekem e-mailbe, hogy de mi a címe? Ott van a címe, tessék már megnézni. Meg is nézhették, kézbe is foghatták, sőt, dedikálva haza is vihették László János önéletrajzi könyvét a Bátakszéken összegyűlt régi diákok, kedves ismerősök, akiknek óriási szerepük volt már a könyv létrejöttében is. Ezelőtt 10 évvel kezdődött egy volt középiskolás osztálytársam, aki tényleg legjobb volt aztán középiskolában és egy egyetemen is, nagyon ritka. Hozzá kezdett megírni az önéletrajzát, meg az iskolában eltartott éveket. Hadd írjam meg én is, Marosvásáron jártunk középiskolába, hogy éltük meg, én mint bent lakó, ő mint kint lakó az ottani éveket. Az évi akkor megjelent, az enyém nem jelent meg, mert bonyolult, nem jelent meg. János bácsi évekre félretette az írást, talán így is marad, ha nem betegszik meg. Viszont fájdalmában, illetve kilátástalanságában történeteket kezdett megosztani egy közösségi oldalon. Az az igazság, hogy valamikor kora tavasszal úgy észleltük, hogy János bácsi valami miatt még grafománabb lett, mint amilyen volt, és a közösségi oldalán mindenféle sztorit az életével kapcsolatban elkezdett megosztani. És nekünk van egy csoportunk is, az osztály, meg mi egyéb, és persze megpedzegettük a dolgot, hogy mi lenne, ha lenne ebből egy kiadvány, vagy egyfajta válogatás, milyen jó lenne. Akár az utókor számára, vagy akár én is megmutatnám szívesen a most 14 vagy 16 éves bátaszéki gimnazista gyermekemnek. Elkezdtem részleteket közölni egyrészt ebből a könyvből, másrészt abból, amit újonnan írogattam hozzá. És annyi szeretetet kaptam vissza. Ezt hangsúlyozom, hogy vissza, mert én mindvégig a tanítványaimat nagyon szerettem. El nem tudtam képzelni az életemet anélkül. Valaki aztán az olvasók közül rákérdezett, mikor jelenik ez meg könyvben? János bácsi kiábrándította az egyre sokasodó rajongótábort, hogy ebből könyv financiális okokból nem lesz. Nem baj, mi majd összeadjuk, mondták ők többen a Facebookról. És tényleg, kezdték adogatni, nézem, hogy ez nem komoly, és akkor nekiálltam keresgélni kiadókat, találtam egyet, megegyeztünk hárban, mindenben. Közben aztán változtak a dolgok, mert nem minden úgy megy el, mint amikor bemutatkozunk. Tehát a lányról is akkor terültük, hogy milyen, amikor már férhez ment. A vevőkkel, eladókkal pedig az van, hogy majd amikor hozzá kezdünk szerződést kötni, akkor jönnek az apró vetűsek. Na, kiderült, hogy több, de azt a többet is ki tudtuk bírni, és így jelent aztán meg a könyv. Nagy vállalkozás volt, és elég költséges, de a rajongók rendületlenül segítették a könyv születését. Az ismerősök, barátok, egykori tanítványok voltak azok, akik küldtek akármennyi pénzt a megadott számlaszámra, és ez viszonylag hamar összejött, ahogy ő is említette, akkor szerintem ő ezen meglepődött, vagy fölbuzdult, és adott neki egy akkora erőt és löketet, hogy teljes erőbedobással, kivirulva, vagy újra virulva nekiállt a dolognak, és hetek alatt megcsinálta. Megtaláltuk a nyomdát, elhoztam a nyomdából, amikor elkészült, és hát itt vagyunk, bemutatta a könyvet. Sztorizott, anekdotázott, és itt van előttünk ez a 80 pár év, és abban mi is. Az a 4 év, amikor mi voltunk a kezei alatt. Szégyeltem, hogy én ígértem, hogy ez ennyi, de aztán kiderült, hogy még ez van, még tördelési díj ennyi, aztán még
mindegy, mindegy, de kiderült, hogy azt is ki tudták állni ők, úgyhogy nem is fizettem rá, meg is jelent, és köszönöm szépen, hogy ezt megtették. Tehát itt a nyilvánosság előtt köszönöm meg azoknak, akik segítettek engem, hogy ez létrejöjjön. Nem lehetett nem észrevenni azt a meghatottságot, azt a szeretetet, ami János bácsit körülölelte. Remegő hangú köszönet nyilvánítók emelkedtek szólásra a kis rendezvényen, és mindenki egy kicsit hozzátett a történetével a nagy egészhez.